Hán János. A harmadik bajnokja ebben a szezonban, hiszen a második fordulóban nem játszott, az előző kettőn betalált. Ez meg most egy nagy lehetőség, és be is talál, úgy de higgadtan lőtte be, kiegyenlít a Paks. Az előző szezon gólkirálya ebben a szezonban még jobban termel, hogyha az átlagot nézzük, ha így folytatná, akkor 31-2 gólos lenne, attól függ, hogy hány meccset hagy ki. Nagyon jó 11-es.